eleje, ennek nagyon fontos két eleme a rúdszárnya. A rúdszárnyának egyszerű, de fontos vasalata két pár összekötő vas, ami a rúd felőli elején és a széttartó íves részek kezdeténél helyezkedik el. Ezek lehetnek kicsit formáltabb, díszesebb vasak, néha nagyon egyszerű lapos vasat tesznek oda. Lényege az, hogy párba vannak, alul fölül kötik össze a rúdszárnyát mindkét oldalon. Tehát ugyanúgy alulra is tesznek ezekből, csavarral fogatják föl, és ezek biztosítják a rúdszárny mérettartását, összeköttetését, ugyanakkor a megfelelő távolságot is a rúd számára. A hátsó összekötő vason szoktak középen is lukat alkalmazni, hogy a rudat itt egy csavarral rögzítik a rúdszárnya között. Az alsó összekötő vas két végén egy elhegyezett, ellapított laposabb részt alakítunk ki, amit majd felhajlítunk a rúdszárnya oldalára. Ha lehegyeztük a rúd végét, akkor egy egyoldalas leválazással ellapítjuk ezt a részt, és egy kicsit ki is szélesítjük, egy levélhez hasonló alakzatot alakítunk ki. Kimérjük, hogy milyen távolságra kell lyukasztani a rúdszárnyon átfúrandó csavarhelyeket. Bejelöljük a lyukasztások helyét, és melegen ráverő segítségével kilyukasztjuk ezeket a lyukakat. Ezután már levágjuk a rúdról az anyagot, és a rúd másik végén is kialakítjuk azt a levélformát, amit a túlsó végén már elkészítettünk. Ezután már csak fel kell hajlítani ezeket a oldalsó, talán szárnynak is nevezhető formákat. Ezzel az alsó összekötő vas még erősebben fog illeszkedni a fára. Nem teljesen derékszögbe hajlítjuk meg, hanem a rúdszárnya keresztmetszetéhez igazítjuk a hajlítást.
középen is kiukasztjuk ezt a vasat, a felső összekötő vas középső lyukának megfelelően. Itt majd az a csavar vagy stift fog áthaladni, ami a kocsirudat rögzíti a helyén.